Köszönjük szépen. A következő előadónk pedig Szabó Hajnalka lesz, aki a Kispesti Közösségekért Civil Társulástól érkezett, és előadásának címe pedig Életmód zöldítés és közösségi építés Kispesten. Bár szakmáját tekintve Hajnalka pénzügyi előadóként dolgozik, közéleti tevékenységi révén foglalkozik a fenntarthatósággal. A Kispesti Közösségekért Civil Társulás elnöke. A 2012-ben alapított első kispesti közösségi kert induló csapatának tagjaként aktívan közreműködött az alapítvány által létrehozott kert kialakításában és működtetésében. Fél évig kertvezetőként is tevékenykedett a szervezetnél. Saját elmondása szerint hasznos tapasztalatokra tett szert ez idő alatt a közösségi élet mikéntjére vonatkozóan. Ezt követően Pap István Lászlóval létrehozták a Kispesti Közösségekért Civil Társulást. Ökokör koordinátorként is tevékenykedik. Fogadják szeretettel. Köszönöm. Csatlakozva a kettővel előttem szólóhoz, én se beszéltem még ennyi embernek, úgyhogy lehet, hogy kicsit zavarodott leszek. Talán ahonnan én indultam, az pedig kapcsolódik az előttem szólóhoz, az egy közösségi kert. Ugyanis a Budapesten az első közösségi kertnek voltam a tagja Kispesten. Négy évvel ezelőtt indult, ahol belecsöppentem egy közösségi létbe, ami eddig ugye nem volt igazán jellemző, mert főleg egy panelos környezetben az ember hazamegy, bezárkozik, azt se tudja, hogy ki a szomszédja. És innen bekerülni egy olyan környezetbe, ahol 25-26 család vesz körbe, és alkalmazkodni kell egymáshoz, az egy néha negatív, azért azt is el kell mondani, de amúgy pozitív élmény volt. A közösségi kertben fél évig kertvezetőként is működtem, megszavaztak engem kertvezetőnek. Majd ráéreztem az ízére a kertészkedésnek, és saját kertem lett. Én már 2 éve egy 40 négyzetméteren gazdálkodom. Nem 2 hektár, 40 négyzetméter, de költözőfélben vagyunk, ahol már 1000 négyzetméter lesz, mert amire rá kellett jönnöm, hogy ez a 7 négyzetméter, és iszonyú boldogsággal tölti el az embert, mikor hazaviszi az első szem paradicsomot, vagy a gyerkőc azt mondja, hogy anya, olyan fura íze van ennek a paradicsomnak, mert paradicsom íze van, nem pedig az, amit megszokott eddig a gyerek. És valahogy itt kapcsolódtam be ebbe a önfenntartó folyamatba, amifelé indulok, majd egyszer lesz birkám is. És a párommal a Kispesti Közösségekért Civil Társulás égisze alatt kezdtünk egy kicsit dolgozni Kispesten, főleg kertészkedéssel kapcsolatos dolgokkal. Például a Legszebb Konyhakert versenynek a koordinátorai vagyunk Kispesten, ahol elég szép sikereket értünk el, mert például a balkon kategóriában, mert balkonon is lehet kertészkedni. Országos díjazott volt Kispesten az egyik résztvevő, és az egyik közösségiket pedig idén nyert országos díjat, mert magunkénak érezzük a felhívásnak a szövegét, hogy minden kertben legyen konyhakert. Mert igenis, hogy először is nem mindegy, hogy mit teszünk, és ezt egyre jobban látják az emberek, hogy nem mindegy, hogy mit teszünk. Ha bemegyünk a közérbe és levesszük a polcról, akkor nem tudjuk, hogy az ott mi, ki csinálta, mivel van vegyszerezve. Hiába mondják, hogy nincs vegyszerezve, úgyis van vegyszerezve. És a másik programunk még a Lencser, a földmegosztó program, ami szintén arról szól, hogy kertészkedjünk, és hogyha van egy kertünk, amit nem használunk, mert nem tudjuk megművelni, azért, mert mondjuk idősek vagyunk, betegek, vagy egyszerűen nem érünk rá, és nincsen időnk, akkor adjuk oda valakinek, aki meg szeretne kertészkedni, és szeretné megművelni, és szeretne saját növényeket termeszteni, és olyan dolgokat enni, ami tudja, hogy termett, és tudja, hogy annak a tápértéke, vitamin értéke az megfelelő számára. Az átalakuló közösségek programjaiban én is részt vettem, nagyon sok képzésen voltam, és ott találkoztam a Tudatos Vásárlók Egyesületével, akik ökokört indítottak, ökokör vezetők képzéseket indítottak.
És itt kapcsolódom be ebbe a napba, mert én erről fogok egy kicsit beszélni, hogy elmentem erre az ökokörvezető képzésre, ez egy kétnapos képzés volt, és utána teljesen megvadultam. Tehát onnantól kezdve nem volt a családnak otthon nyugalma, mert én állandóan mindenki után mentem lekapcsolni a lámpát, elzárni a csapot, kimentem, hogy nem kéne ennyi ideig fürdeni, mert minek, ne használd ennyire a vizet. Úgyhogy eléggé megfertőzött engem ez a dolog, és tavasszal tartottam is egy ökokört. A gyógyító te magad légy, és itt nagyon jó hozzáillik ez az egész ökokör mondathoz, ez az otthon kezdődik minden, mert azt hiszem, hogy igen, otthon kezdődik, hogyha én otthon saját magamban és a saját kis környezetemben elkezdem ezeket a dolgokat csinálni és komolyan venni, akkor előbb-utóbb meg tudom fertőzni a körülöttem lévőket is, és hogyha elkezdjük kicsibe, mindenki otthon kicsibe, akkor ezt tényleg globálisan is végre lehet hajtani pozitív dolgokat. Hú, át kell vennem a szemüvegemet. Tehát, hogy a világban számos környezeti probléma van, és nem igazán gondoljuk azt, hogy ezekhez nekünk is közünk van, pedig de. A háztartásaink felelnek az összes környezetszennyezés jó negyedéért. Ebben benne van a hulladék, a villamosáram előállításához kapcsolódó környezetszennyezés, iparközlekedés, mezőgazdaság, tehát minden, amire otthon a kis létünkben nem is gondolunk, hogy ehhez nekünk mind közünk van. Biztos, hogy sokakban felmerült már az, hogy én magam mit tudok tenni ez ügyben, mert most jól szelektálom otthon a hulladékot. Hányan gyűjtik szelektíve a hulladékot? Jaj, de jó helyen vagyok. Nagyon sokan. De biztos, hogy sokan vannak úgy, vagy ismernek olyat, aki azt mondja, hogy jó, én rakosgatom ide-oda a hulladékomat otthon a konyhába, de látom, hogy a Marika néni ezt bedobja a postaládából a papír hulladékot, ugye úgy van a szemetesbe. És akkor én miért csináljam, ha ő se csinálja? Tehát ilyen dolgok is felmerülnek az emberbe, és ha rájövünk arra, hogy nem vagyunk egyedül, és csoportosan többen is tudjuk ezt a dolgot csinálni és egymást motiválni, akkor sokkal könnyebben megy. Ezért is jók az ökokörök. Az ökokörök 20 éve Hollandiából indultak, és már 2 tucatnyi országban több mint 2 millió ember vett részt ökokörön, és végzi otthon nap mint nap ezeket az újításokat, amiket bele tud építeni az életébe. Az ökokör résztvevőknél 20-40%-kal kevesebb hulladékot termelnek, akik részt vettek ebbe a programba. 7-15%-kal csökkentették az áramfogyasztásukat, és 15-20%-kal a vízhasználatukat. Azért ezek elég szép magas számok. Mi a sikertitka? Hát a csoportmunka. Csoportmunka, közösség. Tehát együtt sokkal könnyebb csinálni ezeket a méréseket, amiről majd később mesélni fogok. Még ami egy fontos dolog, hogy nem kell azt gondolni, hogy én most meg fogom váltani a világot rögtön, mert ez nem így fog történni, hanem lépésről lépésre mindig egy pici dolgon módosítok otthon, egy pici változást iktatok be az életembe, akkor azt hiszem, hogy az is elég, ha mindenki csak egy igazán pici dolgon módosít. Az ökokörök, ezek egy 8-10 fős tanulócsoportok, amiket indítunk, nálunk 8-an voltunk. Különböző témákat dolgozunk föl, gazdaság, élelmiszer, vegyszer, energia, hulladék, víz, most már a közlekedés és az egészség is szerepel a legújabbakban. 2-3 hónapig találkozunk heti szinten, ez 1,5-2 óra, 2,5, mikor meddig tartanak. Az első alkalommal témafelelősök jelentkeznek, azt mondják, hogy én szeretnék az élelmiszer témában majd beszélgetni veletek. Ezt nem úgy kell gondolni, hogy feladatokat adok föl nekik, mint ökokörvezető, és azt mondom, hogy készülj föl és kikérdezlek, hanem mindenki, ami eszébe jut ezzel a témával kapcsolatban, azt megbeszéli, adatokat gyűjt, ki mennyire szeretne ezeknek utána nézni, van egy munkafüzet, ami segítséget ad. A legelején... Hát ezen egy picit átlépek. Az ökokörnek a legelején ki kell tölteni egy ökotükröt, ami azért jó, mert meglátjuk, hogy most pillanatnyilag hol állok én. Mit használok például mosásra,
megmérem azt, hogy mennyi a vízhasználat otthon, meg összeszámolom, hogy mennyi vegyszerem van otthon, és mindezt megcsináljuk majd az ökokör végén is. És az a fontos ebben, hogy alul látszik, amit nem tudunk megmérni, azon nem tudunk változtatni. Mert jó, hogy összejövünk 2-3 hónapon keresztül, és nagyokat beszélgetünk, de abból nem látjuk azt, hogy tényleg elérhetünk mi is valamit otthon. Ugyanúgy megmérjük a villany, víz, gázóra állásokat, fölírjuk az elején, fölírjuk a végén, a szemetet szelektáljuk, lemérjük, igen, kicsit macerás az, hogy minden áldott nap lemérem, hogy most éppen mennyi szemetet dobok ki, de csak így tudom majd azt megmérni a végén, hogy a végére ez is mennyit fog változni. Ökológia, ÖIKOSZ ház, háztartás és logosz tudomány, tehát ez valahol egy háztartás tudomány, amire mi nem tanítjuk az ökokörön lévőket. Itt még pár adat, hogy 23%-kal kevesebb háztartási hulladék van azoknál, akik egy-egy ilyen tanfolyamot elvégeznek, és egy picit változtatnak az életükön. 24%-kal kevesebb élelmiszer hulladék, iszonyú sok élelmiszert kidobunk, mert feleslegesen vásárolunk, és dugunk van a hűtőnk, megromlik, kidobjuk. 13%-kal kevesebb ivóvizet, és 10%-kal kevesebb vegyszert. Vásárlás, a gazdaság témához tartozik a vásárlás. Ugye a több mint 2/3 a vásárlásunknak ez az impulzus vásárlás. Bemegyünk az üzletbe, hatalmas táblák vannak, jaj, de jó akcióban, szuper, ebből veszek egyet, kettőt, ötöt. Gyönyörű színes dobozok vannak mindenhol, ez is biztos valamire jó lesz. A reklámokról már nem is beszélve, nem szabad bedőlni nekik. Élelem. Lapozok egy kicsit. Tehát ha az étkezési szokásainkat úgy igazítjuk, hogy a lehető legkevésbé terheljük bolygónkat, családunk egészségéért is nagyon sokat teszünk. Az ökolábnyom az a termékek előállításához szükséges földterület nagyságát mutatja, a vízlábnyom pedig a felhasznált vízmennyiségét. Ez is nagyon érdekes, hogyha egy pohár tej, mire eljut az asztalunkhoz, és ott van az egy pohár tej, ahhoz 200 liter vizet használtak el. Itt elkezdve a tehéntől nézzük a dolgot. Egy kiló alma 400 liter vizet használnak el, egy hamburgerhez 2400 liter vizet. Tehát borzalmas mennyiségű víz használódik el. Azért is fontos, hogy meggondoljuk, hogy mikor mit veszünk, mert ilyen következménye van, amire mi nem is gondolunk. Vásároljunk helyi élelmiszert, egyre több kis piac van, és most már tényleg nagyon sokan rájönnek arra, hogy ha oda megyek és megveszem a Rózsi nénitől azt az almát, egy az, hogy kapcsolatom van vele, beszélgettek vele, elhiszem neki, hogy tényleg azt az almát ő nem vegyszerezi. Vásároljunk idény terméket, nem kell nekünk télen epre tenni, nem jó az a téli eper. Bele se gondolunk abba, hogy milyen messziről szállítják ide azt, milyen környezeti ártalma van annak, hogy azt ide szállítják. Az, hogy olyan gyönyörű és piros, az vajon mivel érik el. Az élelmiszer témához egy nagyon döbbenetes adat. Körülbelül a 70-es évekhez képest, ezt pár éve megnézték, az ásványi nyomelemtartalom vesztéseket és a vitamintartalom vesztéseket. A kukorica döbbenetes, 81%-kal kevesebb az ásványi és nyomelem tartalma a kukoricának, mint a 70-es évek elején. Ez szédületes, nem is tudom, mit teszünk. 95% a tej, 95% a káposzta. Tehát ez, el is nyomom, szóval szörnyű. De tényleg, önellátás, kertészkedjünk. Méregtelenítés. Méregtelenítés. Itt meg kellett az ökoköröknél számolni, hogy mennyi vegyszer van otthon. Borzalmasan sok vegyszer tartunk otthon. Itt csak egy érdekes dolog, az egyik résztvevő, az az időm ott? Jézusom. Az egyik résztvevő megszámolta az otthon lévő mindenféle vegyszert, és azt nézte, hogy van neki 11 darab flóra szertje különböző színű. Tudom, minek? Hát az egyik olyan szép sárga volt, az a fürdőszobába kell, a rózsaszín, nem tudom én mihez hirdették. És az volt a következő alkalomra a feladata, hogy nézze meg az összetevőket.
Hát lila fejjel jött a következő alkalomra, mert azt mondta, hogy ugyanaz van mindegyikben, csak az illatanyag más. Nagyon mérges volt magára, meg arról, hogy így átverték, hogy igen, hogy megvette ugyanazt, és nem használta. Ha vannak ilyen vegyszereink otthon, amit nem használunk, nyugodtan be lehet vinni egy iskolába, egy óvodába, bárhova, most nem azért, hogy ott használják, de abból a szempontból javasoltam én ezt az ökokörön, mert hogy nincsen nagyon anyagi fedezetük az iskoláknak, óvodáknak, tehát ne az legyen, hogy otthon most hazamegyünk, megnézzük a vegyszereket, úristen, és kidobom a kukába, mert azzal sem érünk el túl sok jót, energia. Egy átlagos háztartás napi áramigényének előállításához 15 főállású atléta kellene, ha az áramot izomenergiával termelnénk. Egy fokos léghőmérséklet csökkentés a lakásban legalább 5% energia megtakarítást eredményez. Ez 10 000 forintokra lehet átszámítani, hogyha ezt átszámítjuk. Pár adat még itt. Itt van a lakás hőmérsékletének már egy fokkal való csökkentésével is jó 120 kg széndioxid kibocsátást előzünk meg, miközben 5%-kal csökken a fűtésszámlánk. Érdemes átnézni a hűtőt, fagyasztót, hogy nem jeges-e. Meg akkor már nézzük meg, hogy mi minden van a hűtőben, hogy ne vegyünk feleslegesen a közértbe valami nagyon jó pofa reklámozott élelmiszert, amikor esetleg ott van már a hűtő. Lejárt az időm, úgyhogy gyorsan tovább megyek még. Egy csöpögő csap napi 10-30 liter vizet is elcsöpög. 10-30 liter. Ezek mind megmért adatok. Igyunk csapvizet, itt most visszamegyek, igyunk csapvizet, mert annak ellenére, hogy reklámozzák, hogy a palackos vizet kell inni, mert nem jó a csapvíz, jó a csapvíz. Az európai fővárosok közül Budapesten az egyik legjobb minőségű csapvíz van. Van, ahol kimutatni se lehet benne semmilyen káros anyagot. Úgyhogy ez is kész átverés. Jó, hogy rossz fele megyek. Még a végét akarom. Igen, hogy kerek, körök a világ. Ezt nagyon szeretem, ezt a kis ábrát itt alul, mert ez azt mutatja, hogy ha valaki elkezdi ezt a változást otthon, az otthonában, megosztja ezeket az adatokat mással. Például én nem használok március óta mosószert, mosószódát használok, ecetet használok, citromsavat használok, nagyon jó illata van a ruhának, ha ecetet meg illóolajat használok hozzá, úgyhogy nagyon-nagyon sok pénzt megspórolok, hogy nem ezeket a szuper mosószereket veszem. Akkor észre fogják venni mások is, hogy ez milyen jó dolog, és kíváncsian szaladnak utána oda a többiek is, hogy ők is szeretnének ebben részt venni. És igen, hogyha barátságos jövőhöz szeretnénk eljutni, akkor azt hiszem, hogy az ökokör az egy jó dolog. Úgyhogy csatlakozzatok az ökokörökhöz. Köszönöm!